Sziasztok, Buda Éva vagyok. A nyugtalan láb szindrómának a megszüntetéséről szeretnék beszélni. Egy érdekes trükkről nagyon sokat hallottam és olvastam, nagyon sokan számolnak be arról, hogy ez az egyszerű trükk megszünteti a nyugtalan láb szindrómát. Méghozzá az, hogy szappant tesznek az ágyba a lepedő közé, vagy pedig zoknit húznak, és mondjuk két zoknit húznak fel, és a két zokni közé vágnak szappant. Ezt lehet egyébként egy kis zöldségtisztítóval is így levagdosni róla darabokat, és mondjuk ezt két zokni közé rakni, úgy felhúzni az zoknit, vagy egyszerűen csak az ágyba lepedő közé rakni, és az a lényeg, hogy a szappan ne legyen száraz, hanem friss legyen, mert valami anyagot bocsát ki, ami segíti megszüntetni a nyugtalan láb szindrómát, és ha esetleg már kezd kiszáradni a szappan, és egészbe használjuk a nagy darabot, akkor csak a külsejét lehámozzuk, mondjuk egy késsel, vagy zöldségpucolóval, és lehet tovább használni. Nagyon-nagyon sok embertől hallottam, hogy ez segített nekik, úgyhogy érdemes kipróbálni, nem kerül sok mindenbe, most egy darab szappant szerintem mindenki meg tud venni, ha nem használ, akkor használod arra, hogy mosakszol vele. Próbáljátok ki, és írjátok le a megjegyzésbe, hogy használta vagy nem. Ugye a nyugtalan láb szindróma, aki nem tudja, hogy mi az, ez a elkap egy olyan érzés, hogy egyszerűen mozognod kell, meg kell mozdítani a lábadat, vagy szokott néha kézbe, vagy vába, vagy egyéb helyen lenni, annyira nem tudom, de ez egy borzalmas, kellemetlen érzés, egyszerűen mozognod kell, és sokan nem tudnak tőle aludni, mert különösen akkor fokozódik ez az érzés, amikor mondjuk nyugalmi állapotban vagy, például amikor ugye mennél éjszaka aludni, vagy éjszaka fekszel, és sokan ugye ilyenkor mozgolódnak, felkelnek, mert egyszerűen járni kell, szóval ez egy elég borzalmas állapot lehet, és az orvosok nem nagyon tudják, hogy miért van, meg hogyan lehet ezt megszüntetni, úgyhogy próbáld ki ezt a szappant, lehet, hogy segít. Vagy még olyat is hallottam, hogy B1 vitamint szednek, és például ezt a nutritional yeast, amit a vegánok esznek, abban van B1 vitamin, és akkor azt adják az ételhez, és az is segíthet esetleg megszüntetni. De nem minden esetben, de ezt egy másik videóban láttam, hogy valamikor ez a B1 vitamin hiány lehet az oka, vagy potasszium, azt most kálium, azt hiszem magyarul, ami a banánban van. De ugye ebből elég sokat kell bevenni, és akkor azt inkább úgy, hogy megrendelik online, valamilyen porformájában. De minden esetre ez a szappanos dolog szerintem nagyon egyszerű, ezt mindenki meg tudja csinálni. Még a B1 vitamin sem egy bonyolult szerintem. Úgyhogy próbáljátok meg, mindenképp írjatok, ha megpróbáltátok, és van valami siker, írjátok már le a hozzászólásba, hogy segítette, vagy sikerült-e. Sziasztok!